Érkezik az autó a wellness randi nyerteseiért. Anikó és Gyuri pezsgőt, csokoládét és egy-egy ékszert kapott ajándékba, majd kezdődhetett a kényeztetés. Először tájmasszázson lazulhattak el, ide azonban operatőrünket már nem engedték be. A kezelés után azért jutott idő arra is, hogy megbeszéljék, ki hogyan érezte magát masszázs közben. Drágám, ez fantasztikus volt. Igen. Jó, egészségedre. Testvérrádiónk az Ozone FM játékának nyertesei egy étteremben folytatták wellness randiukat, ahol nagy örömmel bontogatták az ajándékba kapott nyakláncot és karkötőt, végül pezsgővel kocintottak Valentin nap tiszteletére. Szeretnék gratulálni a nyereményhez. Ők pedig már Emesei és Krisztián, akik a sportos randit nyerték meg az Ozone FM játékán. A párt a sofőr először az elektromos gokart pályára vitte. Légy szíves, ne menjél előttem, jó, ne kerülj ki, tehát próbáljunk közel menni egymáshoz, jó? A megfelelő védőöltözet felvétele után 8 perc önfelett versenyzés várt a fiatalokra. Az izgalmak után jól esett a vacsora. Emese és Krisztián számára egy étteremben ért véget a sportos randi. Szoktunk közös programokat csinálni, ez benne kell, hogy legyenek kapcsolatban. Ilyen viszont még nem fordult elő, hogy sofőr vitt volna minket a helyszínre, úgyhogy iszonyatosan élveztük. Nagyszerű élmény volt, nagyon élveztük. Ha lehetne, megismételnénk holnap is. Nagyon tetszett. Főleg az, hogy tényleg sofőrrel érkeztünk a helyszínre, ez egy külön öröm volt, meg külön élmény volt. A vacsora isteni volt, nagyon finomakat ettünk, nagyon jól éreztük magunkat, és tökéletes programok voltak. Az Ozone FM játéka 4 napig tartott. A nyerteseket több száz jelentkező közül sorsolták ki a rádió műsorvezetői.